Hivatalosan is birtokba vehették az autósok a 81-es számú főút, Tatai út, József Attila útnál található új turbókörforgalmat. A beruházásnak köszönhetően az útszakasz nagyobb forgalmat bír már el, így ennek köszönhetően megszűnnek a hosszú dugók a csúcsidőben. A térség önkormányzati képviselője úgy fogalmazott, a csomópont bővítése szinte az utolsó órában történt meg. Én szerintem az utolsó órában volt a beruházó, hogy ezt elkészítették. Nagyon-nagyon meg fogja könnyíteni szerintem, főleg a reggeli és az esti órákban a közlekedést. Itt most nem csak az ipari parkról beszélgetünk, hanem beszélgetünk a főutaknak a bevezető szakaszait. Ha nézzük, akkor reggel az iskolába jövetelnél, akkor akár délután a hazamenetelnél a forgalom az hatalmas. Itt én szerintem ez a körforgalom és a lámpákkal kiegészítve meg fogja oldani azt hiszem a problémáinkat. A munkálatok során a régi körforgalmat elbontották és egy kétsávos körforgalmat építettek helyette, amelynek köszönhetően sokkal gördülékenyebbé vált a közlekedés a forgalmas útszakaszon. A felújítás a TOP program részeként több mint 1,2 milliárd forintból jött létre a magyar kormány támogatásából. Egy dupla, tehát egy turbó körforgalom kialakítására került sor, pluszban egy jelzőlámpás csomópont kiépítésére a benzinkútnál, illetve a kétszer egy sáv helyett kétszer kétsávos megközelítés a Fehérvári út, illetve a József Attila út irányából. Ez a beruházás, a TOP, a Településfejlesztési Operatív Program keretében valósulhatott meg, 1,2 milliárd forintba került, amely összeget Magyarország kormánya biztosította. Az új útszakasz átadásán dr. Dézsi Csaba András arról beszélt, a beruházásra nem csak a forgalmi dugók csökkentése miatt volt szükség, hanem azért is, mert így átláthatóbbá vált a közlekedés a területen, mind a járművek, mind pedig a gyalogosok és kerékpárosok számára. A városvezető részletezte azt is, hogy a költségekből a győri önkormányzat is kivette a részét. A város hozzátett nagyjából 200 millió forintot a körforgalom kialakításához, és nagyjából 40 millió forintot ahhoz, hogy azok a járdák, amik nem voltak benne az eredeti tervben, ezek megépülhessenek. Még mindig vannak egyébként kritikák ezzel kapcsolatban, hogy van egy olyan járda, ami nincs meg, illetőleg van egy olyan zebra, amit hiányolnak az emberek, de hát nyilván ezt nem tudom, hogy egyeztette a kivitelezőkkel az útkezelő szervezet, és ez el fog készülni. Úgyhogy mindent a lakókért, mindent azért, hogy itt mindenki biztonsággal tudjon közlekedni, és mindenki megtalálja azt útvonalat, ami számára a legkedvezőbb. Az új körforgalomnak köszönhetően a reggeli és a délutáni csúcsidőben sem kell dugókra számítaniuk az autósoknak, valamint a teherautók is könnyebben érik el az ipari parkot.